A budafoki Dohnányi zenekar tagjaiként, ám önálló fúvósötösként láthatta a közönség Taktaharkányban azt a zenei formációt, amely a Zempléni Fesztivál keretén belül hozta el az érdeklődőknek a minőségi kultúrát. Vilányi Péter oboán, Sándor Balázs klarinéton, Kotrocó Szabolcs fagotton, Börzsönyi Máté kürtön és Bánki Berta fuvolán szólaltatta meg a legnagyobb zeneszerzők műveit. Tudtuk, hogy nagyon meleg lesz, úgyhogy próbáltunk olyan darabokat egymás mellé rakni, amiben nem fogunk megfulladni, hogyha esetleg meleg van. Hallottuk már, akik itt játszottak régebben, hogy mindig nagyon forróak a napok. Úgyhogy így. És hát az lett végül is a tematikája a koncertnek, hogy van egy klasszikus blokk, az most egy Mozart és egy danci mű, ami egy ilyen divertimentószerű szórakoztató zene, tényleg nagyon ötletes, meg szerintem nagyon fog majd tetszeni a közönségnek. A második fele pedig egy magyar blokk, Farkas Ferenctől játszunk egy darabot, és Bartóktól kettőt, az pedig inkább így a gyökerekhez való visszatérés, és a magyar zenének ez a 20. századi vonulata, így ezt állítjuk egymás mellé, és szerintem nagyon, nagyon szépen kiegészíti egymást a kettő. A Zempléni Fesztivál programsorozatának egyik legfontosabb célja, hogy minél több helyszínre eljutassa a minőségi komoly és könnyedebb hangvitelű zenét is. Ebben az esztendőben azonban nem csak a régióban élők, hanem maguk a zenészek is nagyon várták a közönséggel való ilyen jellegű találkozást. Nehéz volt. Nyilván, amikor egyszer csak így kihúzzák az ember alól a talajt, és ami addig megszokott volt, hogy heti rendszerességgel vannak koncertek, próbák, találkozunk, hirtelen megszűnt az egész. Biztos, hogy mindenki máshogy élt át, és ez hullámzó volt. Tehát nekem is volt, amikor nagyon örültem, hogy végre mondjuk fel tudtam készülni, előre tudtam készülni koncertekre, tudtam mással is foglalkozni, amire mondjuk nem jut annyi idő, amikor az ember folyamatosan koncertezik. Volt, amikor könnyebb volt, volt, amikor nehezebb. Minden esetre most nagyon érdekes volt újra összejönni, próbálni. Igazán megható volt az, hogy igazi közönség előtt igazi koncert végre létrejött, úgyhogy szerintem ez mindenkiben egy ilyen kicsit ilyen meghatottsággal is keveredett ez a jó élmény. A fúvósötös ebben a formában, a Zempléni Fesztivál keretében itt lépett fel először, így számukra ez duplán is egy különleges alkalom volt, hangzott el az eseményen.